Marci tegnap a bevezető tanításában ö, föltett ö, egy kérdést, hogy erre fogom keresni a választ, hogy kicsoda Jézus nekem. Ö, úgyhogy erről fogunk ma beszélni. De mielőtt elkezdjük, szeretnék imádkozni egyet. Istenem, hálás vagyok azért, hogy, hogy tanulhatunk rólad. Hálás vagyok azért, hogy itt lehetünk. Kérlek, segíts mindannyiunknak mélyebb dolgokat megérteni rólad, fiadról, az igazságról. Kérlek, segíts nekünk ebben. Jézus nevében, ámen. Szóval, hogyha valamelyikötök megkérdezni, hogy kicsoda ö, a feleségem nekem, vagy valamelyik barátom nekem, akkor sokszor úgy definiáljuk az embereket, hogy hogyan hatnak ránk. Tehát, hogyha van egy nagyon idegesítő tanárod, aki állandóan megbuktat mindenből, pedig nem is érdemelnéd meg, akkor ő az idegesítő tanárom. Hogyha a, mm, van egy ember az életedben, aki állandóan megnevettet, jó vicceket mond, akkor, mint például nekem a Ryan, akkor ő az én jó humorú vicces barátom. Hogyha van egy barátom, aki mond néha olyan dolgokat, amik nagyon mélyen elgondolkoztatnak, mint például Áron, akkor ő az én elgondolkodtató barátom. Tehát, hogyha megkérdezzük, hogy kicsoda nekem Jézus, akkor az ő tulajdonságait is valahogy az alapján próbálnám én magamnak definiálni, hogy hogyan hat rám. Úgyhogy ez lesz a mai fő kérdés, amire keresni fogjuk a választ, hogy hogyan... Működik? No, momente. Hogy hogyan hathat Jézus ma is az életemre? Hogyan hat rám? Mert ez alapján definiáljuk, hogy kicsoda ő nekünk. És... És most nem a Bibliából kerestem példákat arra, hogy Jézus hogyan hathat rám, hanem egy kicsit fordítva kezdtem el a gondolatmenetet. Annét indultam ki, hogy hogyan hatnak ránk dolgok a világban, milyen módon hatnak ránk különböző dolgok, és ezeket fogjuk átnézni. És a legelső, írtam egy pár példát hozzá, édesapám, édesanyám, a tanáraim, ezek általában olyan dolgok, amik úgy hatnak az életünkre, hogy nem mi választjuk őket. Kiválasztotta az apukáját, Dani majdnem felemelte a kezét. Ki, ki tudja a tanárait választani? Azt esetleg néha megy, hogyha olyan egyetemre jelentkezel. Laci jelentkezett. Ki a tanárod? Saját maga látta? Saját magát választotta. De ezek általában rajtunk kívül eső körülmények. Ugyanide tudnám tenni mondjuk a, az országot, ahova születtél, a családod anyagi hátterét. Ezekre neked hát nincs ráhatásod ezek olyan dolgok, amik hatnak az életedre, de nem te választottad őket. Van egy következő kategóriám. Ezek a barátok, a telefonom, a hobbiaim. Ezek olyan dolgok, amik szintén hatnak rám, de én választom őket, és én figyelek rájuk. Izgalmasak, szeretem őket, sok időt töltök a barátommal, és figyelek rá, mert jókat beszélgettünk, mert szeretem ezt. Állandóan a telefonomon stratégiai játék videókat nézek, mert érdekelnek a stratégiai játékok. Ezek a dolgok úgy hatnak az életemre, hogy én választom őket. Ki az, akire ráerőszakolják a kedvenc hobbiját? Tegye fel a kezét. Ott hátul van valaki, akire ráerőszakolják. Ettől függetlenül élvezed? Nagyjából. De ezeket általában a közönség 99%-a meg tudja magának választani. Olyan dolgok, amik hatnak az életünkre, de mi döntünk róluk. És aztán van a harmadik kategória, amik hatnak ránk, vannak a világnak törvényei. És ehhez hoztam szemléltető példát. Az a kérdésem, hogyha én ebből a darabokra vágott tojástartóból előveszek egy nyers tojást, remélem kibírta az utat egy pillanat, Itt van, és elengedem itt. Mi fog történni vele? Felrepül. felrepül. Dani azt mondja, hogy felrepül. Ki gondolja máshogy? Föl a kezekkel, aki szerint nem fölfelé fog repülni. Kis csivelez belőle, Kis csivelez belőle és az repül föl. Annak mi meg kell tanulnia. Szerintem szét fog törni. Így néz ki. Látjátok? Széttört. Ezt egy kicsit dobtam, most próbáljuk meg, hogyha csak elengedem, mi történik. Van, aki meg akarja enni? Nézzétek, figyeljetek! Hallatszódott, ez is széttört. Ja, szóval, vannak a világunknak törvényei, amik úgy vannak és kész, és ezek is hatnak ránk. Különben én már a víz alatt laknék, mert tudnék a víz alatt lélegezni. Vannak itt azok, olyan emberek, akik repkednének jobbra-balra, mert a gravitáció nem hatna rájuk, ugye? Vannak, akik nagyon élveznék. Ezek is hatnak ránk, és akkor hoztam egy negyedik kategóriát, hogy milyen dolgok hatnak ránk úgy általában. Vannak hirtelen események. A tanítás előtt sétáltam körbe, és ezt a labdát dobáltam mindenkinek, és mindenki máshogy reagált rá. Mi történne, ha ezt most bedobnám a tömegbe? Milyen hatása lenne? Valakit majdnem fejbevágott, a Daninak próbált menni, majdnem... Oda talált, ott van, visszadobod. Emberek izgatottak lettek, tetszett nekik, mosolyogtak. Valaki, még egyszer? Sok kéz. Látjátok, vannak, akik örülnek neki, hogy megy. Nem tudok olyan jól dobni. De látjátok, annak, hogy én ezt teszem, annak hatása van rátok. Nem ti választottátok, az ott tökéletes, köszönöm. Nem ti választottátok, de hatása van rátok. És vannak ilyen hirtelen események az életünkben, vannak jobbak. És vannak rosszabbak. Vannak, vannak nagyon rosszak is. Van olyan, hogy valaki nem tehet róla, de meghal valamelyik szülője. Történhet ilyen is velünk, és ez is ide tartozik. Történhet az is, ami velem történt. Jó dolog, hogy derültékből egy év alatt boldog házas ember vagyok, és találtam egy gyönyörű, szép nőt. És ez is egy hirtelen esemény volt nekem. Úgyhogy ezek mind uh, hirtelen események, amik történnek az életünkbe, és az összes többi, amit korábban említettem, ezek mind olyan dolgok, amik hatással vannak ránk. És most megnézzük, hogy uh, Jézus hasonló módokon tud hatással lenni az életünkre. Mindegyik kategóriánál tud hatással lenni az életünkre. Sokan a Golgotában más gyülekezetekből jöttünk, igaz? Vannak itt olyanok, akik a Nazarénus gyűlit látták, amikor felnőttek, vannak olyanok, akik a Hídgyűlit, vannak olyanok, akik semmilyen gyűlít, vannak olyanok, akik baptistát, református, talán még pünkösdit is, nem tudom, katolikus van-e köztünk, aki katolikus családból jött, de mindenfélét. Golgota egy ilyen gyűjtőhely. És ez van. Golgotában sok ember jön, mert jó hely. Kórház. Egyébként a Golgotának a, a küldetés tudatában benne van az, hogy ez legyen az embereknek. Hogy egy olyan hely legyen, ahol emberek gyógyulni tudnak. Mert mert sok rossz hatása is van némelyik gyülekezetnek. Ez így van, sajnos, de nem erről akarok most beszélni, hanem arról, hogy én személy szerint ö, jöttem ugyanúgy egy gyülekezetből, ilyen nagyon méretű gyülekezet volt, és ennek is volt az életemre hatása. De ez nem egy közvetlen hatás. Ö, ugyanúgy, ahogy ö, nem tudjuk megválasztani, hogy hova születünk, azt se tudjuk megválasztani, hogy milyen gyűlibe járunk, vagy hogy miket hallunk a szüleinktől. Istenről, Jézusról. Ez egy közvetlen, nem egy közvetlen hatás, hanem valakin keresztül van, de ez is lehet nagyon jó. Én például végtelenül hálás vagyok, mert nagyon fiatalon, nagyon sok keresztény alapigasságot jól megtanultam. És mind a mai napig segíti az életemet. Sokat tanultam a bibliaolvasás, az imádkozás, a lélek munkája és ilyen alapigasságokról egész kicsiként már, és ez nagyon-nagyon jó volt. És ez egy ilyen hatás az életemre, amit én nem választottam, de Isten adta. És valamit kezdenem kell vele. Ö, és, és Jézus hathat így az életünkre. És ebben az a fontos, hogy ugyanennek lehetnek rossz hatásai is. Nekem személy szerint át kellett értékelnem azt, amit az adakozásról meg a pénzről gondolok, mert az a gyülekezet, amiben jártam, az rossz dolgokat gondolt erről. De ezt személyesen meg kellett tennem. Lehet, hogy a ti gyülekezetek ti gyülekezetetekben, ahol voltatok ezelőtt, más van. Lehet, hogy a szüleitek mondanak dolgokat, amik nagyon jók, és egész életre elkísérnek titeket. De lehet, hogy a szüleitektől olyan hatást kaptok, ami nem jó. Ez is előfordulhat. Ami keresztény szempontból nem jó. Sajnos ilyen is van. Ezeket nehéz megítélni. Ez egy hatás, ahogy Jézus hatással lehet az életünkre. Amilyen helyzetbe tesz minket. Következő, mi volt a következő, dolgok, amiket választunk: barátok, hobbi, telefon. Ezeket mi választjuk. Ezeknek az a lényege, hogy én úgy döntök, hogy erre figyelni akarok. És és Jézus ezen keresztül is tudhatni az életemre, hogy ha én úgy döntök, hogy Jézusra figyelni akarok, az, az hatással van az életemre, milyen hatással van ez az életünkre? Kiemlékszik a tavalyi jonon, kik tanítottak? Nyílt kérdés? Igen? Mondj egyet. Bálint? Én nem. A Jani, igen, a Jani. A Jani tanított erről a témáról. Ö, fölolvasom nektek a 2. Korintus 3.18-at. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, minnyáján ugyanarra a képre formálódunk át. Az Úr lelke által a dicsőségről a dicsőségre. Ez azt mondja, hogy ha én a saját választásomból csak arra figyelek, hogy miket tesz Isten, hogy mi Jézus munkája, megpróbálom megérteni, milyen volt Jézus, ez megváltoztat engem. Ez úgy van hatással az életemre, hogy elváltozok egyre inkább olyanná, ami, ami egy Istennek tetsző, gyönyörű, tökéletes élet. Egyre jobban e felé fogok változni. Azt írja a végén, hogy dicsőségre, a dicsőségre. Isten dicsőséges, és ami mi életünk is lehet dicsőséges, hogyha az Úrra figyelünk. Tehát Jézus lehet úgy is hatással az életünkre, hogyha mi úgy döntünk, hogy őre figyelünk. Hogy ezt próbáljuk keresni, ezt próbáljuk hallgatni. Ilyen közösségekbe járunk, ezt csináljuk. Hogyan lehet még hatással Jézus az életünkre? A Biblia ír törvényszerűségekről. Ugye lejtettem a tojást, gravitáció. Ez egy törvény, amit megfigyeltünk, hogyha elengedem lefelé fog esni. Ö, az első ember, aki kiment az űrbe, miért nem gondolta, hogy a gravitáció hülyeség. Az űrben nincs gravitáció. Akkor lehet, hogy rosszul értelmeztük a törvényt lehet, hogy valamit rosszul gondoltunk. Nem, meg kellett érteni helyesen, hogy a gravitáció azért van, mert a két dolog közel van egymáshoz. Minél távolabb megy egymástól a két tárgy, annál kevesebb ez a vonzó erő köztük. És ugyanígy a Biblia is ír nekünk mindenféle törvényszerűségről. Én nagyon szeretem azt, amit az imáról ír a Biblia. Csodálatos dolgokat ír az imáról. Sokan úgy gondolják, hogy, hogy Isten nem létezik, mert nem hallgatta meg az imámat, nem adta meg, amit kérek. Ez egy törvényszerűség, amiről Isten ír, és amit meg kell érteni. És hogyha meg akarjuk érteni ezeket a törvényeket, ugyanúgy, ahogy az iskolában tanultunk a gravitációról, akkor ez is hathat ránk jól. Nekem személyesen az imádkozásnál az volt nagyon fura, hogy egy-két helyen írója a Biblia, hogy bármit is kér, megadatik neki. Meg hogyha lenne egy mustármagnyi hited, és azt mondanád annak a hegynek, hogy menjen a tengerbe, akkor így belemenne. És itt kellett azt az igazságot és azt a törvényt megértenem, hogy a hit itt nem azt jelenti, hogy én úgy gondolom, hogy ez lehetséges. Meg a hit nem azt jelenti, hogy én úgy gondolom, hogy Isten meg tudja tenni. Nem ez a hit. Ebben a kontextusban nem erről szól a hit hanem arról szól, hogy én hiszem, hogy létezik Isten, és hiszem, hogy neki van egy akarata, és hiszem, hogy az ő akaratát szolgálná az, hogyha az a hegy belemenne a tengerbe. És, és volt erre példa, volt egy misszionárius, aki ezt megimádkozta, hogy esse le a hegynek az oldala, és megtörtént, és ez azért történt meg, mert voltak más emberek, akik hitetlenek voltak, és azt mondták, hogy Istened vagy jelet ad nekünk, vagy kivégzünk holnap. És Istennek itt ez volt az akarata, és ezért megtörtént. De hogyha nem Isten akarata, nem, nem kedves előtte, akkor nem fogja megadni. Hihetem én, hogy képes rá, de, de mégse fogja. És ezt meg kellett értenem. Nem azért csinálja meg, mert képes rá, hanem azért, mert a legjobbat akarja nekünk, és ezt szeretné. Ezért van az, hogy mostanában olyan dolgokat kérek egyre inkább, amiket tudom, hogy Istennek kedves. Kérem azt, hogy változtassa meg emberek életét, mert missziózok. Nagyon sokszor kérek tőle bölcsességet, mert a Bibliában azt írja, hogy miért ne adna bölcsességet annak, aki kéri. Bölcsességet bármikor kérhetünk, megígérte, hogy ad. Úgyhogy még egy dolog, ahogy Jézus hathat a mi életünkre leírt, elmondott törvényszerűségeket az evangéliumoknál, és hogyha ezeket megértjük, ez nagyon nagy hatással lehet az életünkre. Hogyha félreértjük, akkor pedig rossz hatással lehet az életünkre. Mert azt hiszük, hogy Isten nem szeret, mert nem adta meg ezt, nem adta meg azt. Meg nem értjük, hogy miért történnek rossz dolgok a világban. Nem Isten akarja, hanem Isten szabad akaratot adott sok mindenkinek, és vannak, akik ezt rosszra használják. Oké, okay, a következő. Történnek az életünkben hirtelen események. És az előbb is mondtam, hogy Isten nem hoz rossz eseményeket. Ez nem miatta van. És történhetnek ugyanígy jó események is, de én most egy ö, rossz eseményt hoztam példának, hogy, hogy Jézus és Isten ezeken keresztül is tud munkálkodni, úgy, hogy valamilyen módon megnyilvánul ezekben a helyzetekben. Ö, Jézus, amikor pici baba volt, akkor volt egy uralkodó, aki halára akarta kerestetni, és megöletett egy csomó gyereket. Ez egy hirtelen esemény, ami borzasztó. Meg akarta kölni egy csomó gyermeket. És itt hogy hatott Isten a dolgokra? Valaki emlékszik, mi történt itt? Itt volt az, hogy megjelent egy angyal. Isten így mutatkozott meg egy rossz helyzetben. Megjelent egy angyal, Józsefnek álmában, és azt mondta, hogy vidd el a gyereket Egyiptomba, amíg nem szólok, addig maradjatok ott. Mert Heródes halára fogja kerestetni a gyermeket. És ők elmentek. És ennél a hirtelen eseménynél az történt, hogy Isten megmutatta, hogy ott van és jelen van, mert megvédte Jézust. Hogy életben maradjon. föl írtam az igerészt. Máté 2.13. Megjelent Józsefnek álmában az úrangyala, és ezt mondta neki. Kelj föl, fogd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, míg nem szólok. Mert Heródes keresi a gyermeket, meg akarja ölni. És én ö, eddig jutottam a felkészülésben pénteken, és ö, ezt a pár hatást, ahogy Jézus hatással lehet az életünkre, végig gondoltam, leírtam, végig mondtam, és úgy gondoltam, hogy a a végére. És ezek után beszéltem a Dorkával, meg a Scotttal, mindjárt mesélek egy kicsit a Scottról, és rájöttem, hogy egy nagyon-nagyon fontos dolgot majdnem kihagytam belőle, és Isten megmutatta, hogy ennek is itt kell lennie. Van még egy dolog, ahogy nagyon-nagyon nagy hatással tud lenni Jézus a mi életünkre. Ö és fel szeretném olvasni a Máti evangéliumának a leges-leges legvégét. Atyám minden hatalmat nekem adott a menny mennyben és a földön. Úgyhogy menjetek el, és tegyetek tanítványja minden népet. Merítsétek be őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében. Arra tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek. És ne féljetek, én minden nap veletek leszek, amíg a világ el nem múlik. Jézus hatással volt itt a földön, nagyon-nagyon nagy hatással a tizenkét ember életére. És utána még voltak hetvenem, meg, meg sokan, akik követték, akik kicsit távolabb voltak tőle, de szintén ismerték, de volt 12 tanítványa, akikkel nagyon-nagyon-nagyon sok időt töltött együtt, ott volt velük, élte az életet velük. És itt ad egy parancsolatot a tanítványoknak, hogy ők is csinálják ugyanezt. Menjetek, tegyetek tanítványán minden népeket, megmutatta nekik három éven keresztül, hogy hogy néz ki, együtt élt velük, együtt beszélgetett, együtt mentek felé, egy csomó mindent csináltak, tanította őket, példázatokat hallgattak, ott volt nekik. És azt mondta, hogy menjetek el, és tegyetek tanítványa minden népeket. Merítsétek be őket, és tanítsátok őket, hogy ők is ugyanezt csinálják. Tehát azt parancsolta, hogy itt vagy te, te megtanítod őt, én megtanítottalak téged, te őt, ő a következőt, a következőt, a következőt, a következőt, a következőt, és Krisztus után 2000-ben járunk, itt vannak emberek, akik ugyanezt próbálják tenni. És a dolog megy tovább. Vannak az életünkben olyan emberek, akiket Isten azért helyezett oda, hogy tanítson minket. Peti? Épp egy félmaraton után? Úgy emlékszem. És a másik legjobb barátom Scott, ővel együtt dolgozok, és, és mind a ketten azért vannak az életemben, mert Isten helyezte őket bele, Kétségem sincs felőle, és rengeteget tanultam Jézusról rajtuk keresztül. Arról, hogy hogyan, hogyan nyúljak ki mások felé, hogyan beszélgessek velük, hogyan próbáljam megérteni őket, hogyan adjak, hogyan emeljem ki emberek erősségeit, akikkel együtt dolgozok, és ne próbáljam ö, megtanítani azt, hogy miben gyengék. Fókuszáljak arra, hogy miben erősek. Megtanítottak arra, hogy hogyan tanítsak. Megtanítottak nagyon egyszerű alapdolgokra is. Az egyiküknél voltunk a jegyesoktatáson. oktatáson. Megtanítottak arra, hogy hogyan próbáljak jobb és jobb fér lenni. És ez is Jézus hatása az életemben, mert Jézus mondta, hogy csináljuk ezt. És ők engedelmeskedtek, és ez nekem jó volt. És én is próbálok engedelmeskedni, és ez más embereknek jó lesz. Tehát azt láttuk, hogy Jézus rengetegféle hatással lehet az életemben. Rengetegféleképpen beléphet a képbe. Van olyan, ami teljesen közvetett, nem mi választjuk, de van olyan, amikor mi tudunk nyitni ajtókat, és azt mondani, hogy szeretnénk többet. Ha megpróbálnám az eredeti kérdést megválaszolni, hogy Jézus kicsoda az én életemben, akkor, akkor ő a barátom. Ő a megváltom, ő a tanítom, ő az, akihez mehetek, hogyha szomorú vagyok, ő az, aki megvigasztal, ezeket a válaszokat adnám, mert ilyen hatásai voltak az életemben. És hogyan hathat ma is az életünkre? Ez volt a második kérdésem, amit feltettem. Sokféleképpen. Rengetegféleképpen. De a leg, jobb, és mégis a legnehezebb, és erről a Kristóf is beszélt tegnap, hogyha bizalommal vagyunk felé, és hogy a bizalom nehéz, azt kérdezte tőlünk Kristóf tegnap, hogy merünk-e bízni Istenben, és ahhoz a lépéshez, hogy hogyan tud a legjobban hatni Jézus az életünkre, ahhoz meg kell bízni benne. Mert ahhoz az kell, ami a második ponton volt, hogy mi válasszuk és figyeljünk rá, úgy tud a legjobban hatni, mi válasszuk tudatosan azt, hogy szeretnénk időt tölteni vele, megismerni még jobban, eljönni egy ilyen eseményre, elmenni be, otthon igét olvasni, beszélgetni mindenkivel Istenről, akivel tudunk. Ugyanígy, hogyha megpróbáljuk, ugyanennek a másik része, hogyha megpróbáljuk megérteni a törvényeit, hogy mi miért úgy működik, kérdezünk sokat. Nem csak részesei vagyunk, hanem kérdezünk. És úgy tud még Jézus hatni az életünkre, hogyha tudunk ezekkel a kérdésekkel kihez menni, és itt vagyunk vezetők, kérdezetek nyugodtan bármikor. Szeretnénk segíteni benne. És Isten ad olyan embereket az életünkbe, akikhez mehetünk ilyen kérdésekkel. Mentorokat, tanítókat. És, és rengeteg sok igazságot adott nekünk Jézus, amit megismerhetünk így. És arra szeretnélek kérni mindannyiótokat, hogy adjatok neki esélyt, hogy hason az életetekre. Rengetegféle szituációban lehetünk. Én olyan helyzetben vagyok, hogy, hogy olyan munkám van, ahova Isten hívott, és próbálkozunk, és dolgok nem mennek. És keressük Istent, hogy hol van. Elindulunk utakon, és nem vezetnek sehova. Mert tökéletlenek vagyunk, és nem tudjuk tökéletesen követni. De újra és újra esélyt adok neki, hogy hasson az életemre, azáltal, hogy még jobban keresem és még több időt töltök vele. Lehet, hogy vagytok olyanok, akik olyan helyzetben vagytok, hogy megingott a hitetek, hogy vajon Jézus tényleg létezik-e. És ugyanezt kérem tőletek is, hogy adjatok esélyt annak, hogy Jézus van, hogy Isten van, és próbáljátok megérteni, hogy az, ami történt, ami miatt megingott a hitetek, az miért történt hogyan történt, mi van mögötte. És lehet, hogy úgy vagytok, hogy ó, engem megváltott Isten, jó minden, és nincs az életetekben semmi próba, nehézség, nem próbáljátok keresni, kutatni, hogy Isten mit akar, be vagytok kényelmesedve. Mert ez is egy probléma. Nem adunk esélyt Jézusnak, hogy hasson az életünkre, mert minden jó úgy, ahogy van, és nem kell, hogy Gondolkozzak nehéz dolgokon, elkerülöm a konfliktust, nem megyek bele nehéz helyzetekbe, nem próbálom keresni őt. Hogyha te is ilyen vagy, akkor ébredj fel, el kell indulni. Nem keresztény élet az, hogyha csak folyamatosan kapok az elől szolgálóktól, de nem próbálom keresni Jézust keresztény azt jelenti, hogy Krisztushoz tartozó. Arra kérlek téged is, hogy akkor adj neki esélyt, hogy hasson az életedre. Keresd, kutasd. És lehet, hogy úgy őszít, hogy még soha nem adtál esélyt Jézusnak, hogy hasson az életedre. Nem vagy benne biztos, hogy, hogy létezik. És itt is ugyanazt szól mondani neked, hogyha azt neki egy esélyt, egy igazi esélyt, és azt mondod, hogy figyelj Istenem, ha létezel, mutasd meg, ez nem olyan, mint az Instagram, meg a TikTok, hogy két másodperc alatt a videó ilyen jó, és tetszik, és süde, hű, hűha, tudom, hogy van Isten. Ez hosszabb és lassabb. Hagy neki egy esélyt, és ő hűséges lesz vele, és megmutatja, hogy van. Hogyan hatott Jézus ma is az életemre? Úgyhogy megismerem. Úgyhogy adok neki esélyt. imádkozzunk. Istenem, hálás vagyok, hogy Jézus ma is hathat az életemre. Hálás vagyok, hogy ez az kell, hogy hogy nézzek, hogy őt próbáljam megérteni, hogy azokat az igazságokat, amiket a Bibliában elmondott, azokat megpróbáljam megérteni. Olyan csodálatos, hogy ez az egyetlen egy dolog, ami kell ahhoz, hogy az életünk folyamatosan menjen előre veled. Rengeteg mindent várnak tőlünk, rengeteg mindent tesznek ránk, de hogyha te rád nézünk, és téged próbálunk követni, akkor, akkor bárhová is visz az élet, te ott leszel. Kérlek segíts, hogy ahogy téged követünk, nem másoknak akarjunk tetszeni, hanem csak rád akarjunk nézni újra és újra. Kérlek, adj tüzet, hogy hogy vágy legyen bennünk, hogy látunk király dolgokat rólad, és még többet akarunk, és még többet, és még többet. Kérlek segíts, hogy a hatások, amik érnek minket, lássuk, hogy mi van tőled, és lássuk, hogy mi az, ami rossz. Kérlek, adj embereket az életünkbe. Mentorokat, barátokat, tanítókat, akik előttünk járnak. Akiktől tanulhatunk, akik tényleg olyan szívvel vannak ott nekünk, mint ahogy te voltál a tanítványoknak. Szeretünk Jézus. Amen.